Oktatási intézmények és önkormányzati épületek energetikai felújítása, csapadékvíz elvezetési munkálatok, óvoda és bölcsöde építési és fejlesztési program. Ezek mind megvalósultak Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2. számú választókerületében. Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője kiemelte, fontos az ipari parkok kialakítása, például Tiszalökön és Ibrányban ezek már folyamatban vannak. A Zöldváros programban a belvárosok felújítására pedig Tiszalök, Nyírtelek és Ibrány települések is nyertek pályázati forrást. Nagyon fontos, hogy óvodák épülnek, több is épül, vagy egy konkrétan épül Gáva Vencselőn egy új óvoda, de többnek a felújítása megtörtént. Például Nyírtelken egy nagy program közel 300 millió forinttal sikerült, 300 millió forintos uniós támogatást sikerült szerezni a Kastélykert óvoda felújítására. Ez nagyon szépen sikerült. Nemrég volt az átadó ünnepség. Emellett nagy probléma a választókerületben az utak, alsóbrendű utak felújítása, úgyhogy örömmel számolhatok be arról, hogy Tiszalök és Tiszadada között egy 12,5 kilométeres útszakasz, alsóbrendű útszakasz megújult. Emellett Nagycserkész Tamás Bokor irányában is történtek, sőt Nagycserkész hazai forrásból 50 milliót fordíthatott belterületi önkormányzati utak aszfaltozására. Ők azt választották, hogy a belterületen található földutakat, 4 utcarészt aszfaltoztak. Egy újabb nagyszabású belterületi útrendezés történik 2019-ben Paszabon, erre már a forrást is elkülönítették. Több településen is nyertek 15 millió forintos belügyminisztériumi pályázaton az utak felújítására, valamint egy uniós lehetőségnek köszönhetően tudtak külterületi utakat is korszerűsíteni. Ezek azért is fontosak, mert a 2. számú választókerülethez tartozik számtalan Bokortanya, ahol időszerű az utak javítása. A külterületi utakra 7 település mintegy 500 millió forint pályázati összeget nyert, ez a beruházás jövőre indul. A munkaerőpiaci helyzet sokat változott az elmúlt években, ezt nem lehet mondjuk egy fél év alatt, hogy mondjam, megváltoztatni a viszonyokat, érdemben megváltoztatni, de hogyha visszatekintek mondjuk egy 2-3 éves ciklusra, akkor azt tudom mondani, hogy erőteljes a közfoglalkoztatás a 2. választókerületben, ez egyre inkább kevesebben dolgoznak már a közfoglalkoztatásban, mert sokan találnak munkát. És én mindig azt mondom, hogy a képzettség számít, képezni kell az embereket, van több közfoglalkoztatotti képzés, amelyet a kormányhivatal foglalkoztatási főosztálya szervez, és ha a munkanélküliséget megnézem ebben a térségben, mert ugye ez ilyen három részből áll az én választókerületem, van a Tiszavasvári járás, az Ibrányi járás, és van a Nyíregyházi járáshoz tartozó települések, vagy konkrétan Nyíregyházához tartozó városrészek. Ha azt mondom, hogy Nyíregyháza környékén 4% alatt van a munkanélküliség, tehát az országos átlagot eléri, akkor ez egy jó helyzetnek mondható. Tiszavasvári Tiszalök környékén jelenleg 7-8% között alakul a munkanélküliségi mutató. Nyírtelek vonzás körzetében a nyíregyházi 4% körüli jellemző, míg Ibrány és környékén pedig 6-7%-nál áll jelenleg ez a ráta. Vinnai Győző hozzátette, hiába rendelkezik jobb mutatókkal Közép- és Nyugat-Magyarország, a térség magához képest tudott fejlődni és eredményes évet zárt 2018-ban.